Az ünnepséget a helyi vadvirág hagyományápoló kör asszony kórusa nyitotta meg a nemzeti himnusszal, majd az egyesület szavalói következtek. Ezt követően Gruber Ferenc, a Millet Centenárium Emlékbizottság elnöke szólt az egybegyűltekhez. A nemzeti egységünket a közös kultúra, a közös múlt és a hazáért áldozó nagyjaik emléke adja. A 13 aradi vértanú szabadságért hozott áldozatvállalása szimbólum lett. Útjuk a vesztőhelyhez, a magyar Golgotává magasztosult. Az eseményen jelen voltak a helyi önkormányzat és politikai pártok képviselői. A történelmi jelentősége mellett azt üzeni, hogy a nemzeti összetartozás, a nemzeti összefogás fontosságára mutat rá, hogy ennélkül gyakorlatilag nem tudunk boldogulni a jövőben. A megemlékezésen Zakar Péter, a Szegedi Tudományegyetem rektor helyettese mondott beszédet, ezt követően Magyarország szabadkai főkonzulátusának képviselője, a községi képviselő testület és a helyi pártok vezetői, valamint a községi civil szervezetek koszorúzták meg a Damjanich emlékművet.